2004, 2008 és 2012 után negyedik alkalommal indította útjára egy magyar tulajdonban lévő üzletlánc az olimpiai roadshow-t, amelynek mottója küldjünk egy nagy hajrát Rióba. A magyar csapat gyémánt fokozatú támogatója a társadalmi szerepvállalás jegyében 20 olimpikon segítségével az országban 130 helyszínen biztosít lehetőséget arra, hogy a szurkolók üzeneteiket ráírhassák azokra a szalagokra, amelyek a magyar csapattal tartanak majd Brazíliába. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvénynek pénteken Kisvárda adott otthont. Úgy gondoljuk, hogy nagy tömeget mozgósítunk meg itt a hálózatban is, mivel hogy 32 ezer dolgozója van a Kóprendszernek, 1,5 millió körülbelül a napi vásárlói létszám, így a vásárlók és a dolgozókból egész szép aláírás mennyiség jön össze, ami a buzdításhoz kell. A kisvárdai rendezvénynek a magyar színeket a pekingi ötkarikás játékokon képviselő Horváth Viktor volt a vendége. A korábbi öttusázónak személyes tapasztalata is van arról, hogy mit jelent egy olimpián résztvevő sportoló számára az otthoniak támogatása. Minden ilyen buzdítás természetesen nagyon jó, pláne amikor az ember kimegy egy idegen országba, idegen közegbe, és ott hirtelen azért kicsit elszigetelődik, nem tudja annyira átérezni az otthont, de hát az olimpiai faluban ezek a erekék, amiket a szurkolóktól kaptunk, azokat minden nap belebotlunk, amikor az olimpiai faluba bemegyünk a házba, és ez igazából nagy erőt ad. Nyilván a helyi szurkolás is nagyon sokat segít, de mikor benn vagyunk az olimpiai faluba, akkor ezek az erekék támogatnak minket igazán. Jelen állás szerint közel 160 magyar sportoló lesz ott a riói játékokon. A pekingi olimpikon azt reméli, hogy jelentősen bővül majd a 168 aranyat, 148 ezüstöt és 170 bronzot tartalmazó magyar érem kollekció. Én nagyon bízom benne, hogy ami 4 évvel ezelőtt Londonban elindult, tehát beindult a szekér a gyengébb pekingi olimpia után, azt tudják tartani a magyar sportolók. London óta is nagyon sok jó eredmény született a különböző sportágakban. Nézhetjük akár az öttusát is, ugye idén a Kovács Sarolta is világbajnok lett. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egy hasonlóan sikeres magyar csapat fog hazajönni Londonból, illetve Rióból, mint ami Londonból jött. Még ha esetleg nem is annyi aranyérene, de hasonlóan sikeres szerepléssel. Kisvárdán több százan írták alá a szalagokat, amelyeket az ünnepélyes eskütételt követő olimpiai csapatgyűlésen vesz majd át a Rióba utazó magyar delegáció.